hogy tudott parkolni, de csak azért volt furcsa, mert ő szegény még nem tudta, hogy nem is olyan régen az egész épület kiürült. Az 50 éves színész ezen a csillagfényes nyári estén még gyanútlanul lépkedett egyre befelé, és bár megcsapta orrát a lassú enyészet lenge illata, mégse hátrált, mert egyrészt megígérte Mari néninek, a híres tévénézőnek, hogy elhozza neki a nevetést, másrészt, mert nagyon szerette a pénzt, és bízott benne, hogy itt kap belőle egy kicsit. Szegény hülye, ha tudta volna. Ugyanis az egyszeri 50 éves színészt az utolsó gonosz gyártásvezető, akinek még sikerült fejvesztve elmenekülni az állami számvevőszék elől, elfelejtette értesíteni, hogy az a bizonyos műsor, amiről annyi szó volt. Amit olyan borzasztóan akart minden műsorigazgató, minden osztályvezető és minden kábeles, a Magyar Televízió kiürülése miatt immár végleg elmaradt. Emberünk odabenn nagyon egyedül érezte magát. Magyar színész volt, aki nem olvasott újságot, és így nem tudta, hogy először csak a szerkesztők egyik felének mondtak fel, aztán elküldték a sztárriportereket is, később az operatőrök jó részét is kirúgták, és mire megszületett a médiatörvény, meg beindultak a kereskedelmi csatornák, addigra mindenki elhúzott, mint a vadlibák. A képmagnó tárcsái még forogtak, a montírozók képernyői még vibráltak, de a karbantartók és a takarítónők már rég hazamentek. Az épület üres volt, szél járta át a folyosókat, és az 50 éves színész mindezt azért láthatta, mert nagy sietségében az utolsó elnök elfelejtette lekapcsolni a villanyt is. Az 50 éves színész nem ijedt meg a nagy ürességtől, hanem arra gondolt, én bizony megpróbálom összehozni azt a bizonyos műsort, csak van valaki ideben, aki tud valamit tenni a dolog érdekében. Mit ad Isten, valahol egy zugból szipogást hallott. Elindult a hang irányába. Hát te ki vagy, aki csöndesen sírdogálsz? Ne szórakozz, nagy, nem ismersz meg. Hát én vagyok a tévé, Maci, az esti mese elől. Hát hogy nézel ki? Hát ekkora lett a fejem. Mitől? Attól, ami ebben a házban van. Mi történt? Délután 4 órakor még elindult magától egy vetítőgép az Abigail utolsó részével, de aztán az MTV mindkét csatornáján 17:30-kor kialudt a kép és elmentek. Mindenki elment. Csak én maradtam itt, aki már 40 éve minden este belenézek a tükörbe, kimosom a számot és köpök egyet. Hogy? Így, aztán bekapcsolom a televíziót és megnézem az esti mesét. Mindenki, de én nem megyek el. Hát mesének kell lennie. Hová tűntek a mesék? Hát először a nagy mesék fogytak el, a történelmiek, a hagyományosak, a maiak. Aztán elfogytak a rövidebb mesék, a kisebb mesék, a vidámok, a szomorúak, a színházi mesék. Elfogytak a zenés mesék. Úgyhogy pedig te itt valaha mennyi mese volt, mennyit, mesébe illik. Igen. És nincs mese. Itt most nincs mese. Csak duma van. De az viszont reggeltől estig duma. Pontosabban már az sincs, mert 17:30 óta már semmi nincs. Majd lesz. Hát olyat, amilyet ezek csináltak, akik elmentek, én is tudok csinálni. Te egyedül? Egyedül. Segítesz? Mit kell csinálnom? A mesében még reménykedtek abban, hogy a Maci majd mindent megold.
Később aztán ő is veszélybe került. Most egy olyan kollégánk beszél róla, aki sokat tett megmentéséért. Ő a Maci, 40 éves, több mint 40 éves, és 1961-ben született. És azt hiszem, hogy ő az egyetlen egy olyan figura ma a médiában, amelyik rengeteg elnököt túlélt, rengeteg rendszert túlélt, és ő mindenkinek a Macia. Több széria készült belőle, ő az első szériáknak az egyike. Ami most fut a televízióban, az a legfiatalabb, az a harmadik generáció. Ő az, amelyik a legleg, mert ugye egyszer van neki egy személyigazolványa, amit 99-ben kapott, amikor távozóba kényszerült a Magyar Televízióból, és a másik legleg az, hogy ő járt a Szajuz űrállomáson, ami már nem létezik. 1980-ban a televízió elnökének az utasítására és pártutasítására Maci is Bajkonurt meglátogatta, és a Farkas Bertalannal fölrepült a világűrbe, és ott egy esti mesét közvetített a Magyar Televízió, ami szintén egyedülálló, hiszen a mai napig nincs olyan mese szignál, vagy mese, amelyik a világűrből lett volna közvetítve. Úgyhogy ő ebben is első, és azt hiszem utoléletetlen, és mondhatjuk azt is, hogy már talán nem is fogja senki ezekben a dolgokban lekőrözni. Generációk nőttek föl az ő szeretetteljes és igen kedves alakja mellett. Én azt gondolom, hogy nagy boldogság mindannyiunknak, hogy van a Maci, és hogy lesz, és hogy számíthatunk rá.